Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép őszi délutánon. Külön tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Völner Pál államtitkár urat. Azért gyűltünk ma össze itt Magyarósbányán a Vincellér téren, hogy elültessük azt a 10 darab fát, melyet önkormányzatunk igényelt a település fásítási program keretében. Kollégáimmal kiemelt feladatunknak tartjuk a környezetünk megóvását, így nem volt kérdés számunkra, hogy csatlakozunk az Agrárminisztérium által meghirdetett település fásítási programhoz. Összesen 10 darab szivarfát igényeltünk, amit meg is kaptunk, és ezt fogjuk ma itt közösen elültetni. Mivel nagyon fontosnak tartjuk a környezettudatosságra való nevelést is, ezért ebbe a mai faültetési programba is bevontuk a helyi általános iskola tanulóit. Én szeretném megköszönni a minisztériumnak a támogatását, az ültetésben közreműködőknek pedig köszönöm az aktív részvételt. Ahogy polgármester úr is mondta, a magyar kormány támogatja azt a zöld programot, aminek keretében évről évre nő nem csak az erdőterületek nagysága, hanem a településeken is mód van arra, hogy fákat ültessünk. És annak külön örülök, hogy a gyerekek itt vannak, hiszen övék a jövő, tehát hogyha egy ilyen szemléletmóddal indulnak neki, akkor szerintem ez a jövő, ez még biztatóbb. És emellett még egy akcióra szeretném felhívni a figyelmet, hogy folyamatosan jelennek meg olyan pályázatok, amelyek a hulladékgyűjtéssel, gyakorlatilag a szemetes környezetnek a rendbetételével foglalkoznak, hogy így is javítsunk a környezet állapotán. Én azt tudom kívánni magunknak, hogy ne csak most, hanem itt Magyarországon persze nyitott kapukat döngetek, hanem minden alkalommal, amikor lehet, ültessünk fát, hiszen mindegy, hogy óvoda nyitásról van szó, vagy más átadóról. Polgármester úr úgy látom, hogy szereti azt, hogyha egy-egy fa is oda kerül az utak mellé, és a gyerekek pedig, ahogy láttam, mindig bevonódnak a történetbe, locsolnak. És hát köszönöm, hogy a nehezén túl vagyunk, tehát hogy úgy látom, kiásásra kerültek már a gödrök. Úgyhogy mindenkinek nagyon jó munkát kívánok, hogyha lehet, én is részt veszek akkor az ültetésben. Köszönöm a figyelmet. Jó, tökéletes. Most már jó lesz. Dolgozzatok össze, ügyesen.